A tiszacsomai honfoglalási emlékpark Árpád fejedelem látogatóközpontjában tartotta meg idei közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács. Az elmúlt évek nem voltak könnyűek az idegenforgalomban dolgozók számára sem, hiszen mind a külföldi, mind pedig a belföldi turizmus is megtorpant a világjárvány, majd a közel 3 éve tartó háború miatt. Köszöntő beszédében Mester András a KMTT elnöke kiemelte, hogy az elmúlt időszakot igyekeztek a felkészülésnek szentelni, bár a turisták most kevésbé vannak jelen a vidékünkön, de a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel közösen építkeznek és mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél előbb talpra állhasson és fejlődhessen a turisztikai ágazat vidékünk magyar lakta településein. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács a háború kitörését követően azt lehet mondani, hogy takaréklángra állítottuk a működésünket. Olyan programokat szervezünk, amelyek az építkezést szolgálják, tehát készülünk a békére, és készülünk arra, hogy a 2014 előtti turisztikai élet fog itt megvalósulni. Mivel most nagyobb rendezvényeket nem szabad szervezni, illetve nem ildomos szervezni, ezért mi úgy gondoltuk, hogy ezt a törvényt be is tartjuk, és nem szervezünk nagyobb tömegrendezvényeket. Kisebb programoknak a szervezés az természetesen zajlik. Részt vettünk Európai Uniós pályázatban, sikerült megvalósítanunk a KMKSZ-el közösen egy tájházas projektet, ahol Salánkon, Muzsajban, illetve Tiszacsomán új tájházak jöttek létre, Visken pedig bővült az ottani tájház egy Kovács Mihályjal, illetve egy lentfeldolgozó pavilonnal. Legfőbb terv az lenne, hogy a következő évet már teljes üzemmódban tudjuk kezdeni, ahhoz az kell, hogy béke legyen. Reménykedünk nagyon benne, hogy a 2024-25 eleje az elhozza számunkra a békét. Hazajönnek a turizmusban dolgozók, akik jelenleg sajnos nincsenek itthol, és meg tudjuk szervezni az addigi programjainkat, de jelenleg csak azt tudjuk tervezni, hogy szeretnénk részt venni a budapesti utazás kiállításon, az adventi vásárt szintén szeretnénk megszervezni, illetve egy lovas képzést létrehozni, ahol olyan szakembereket képzünk ki a kárpátaljai magyar vonatkozású lovardákba, akik szakszerű lovas oktatást, illetve a lovas programokat tudnak szervezni. A turisztikai tanács megalakulásában jelentős szerepe volt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek is, hiszen a régió felemelkedését szolgáló húzóágazatnak tartják az idegenforgalmat és a vendéglátást. Olyan adottságaink vannak, a földrajzi, történelmi hagyaték, dolgos népünk, kitűnő lehetőségek a turisztikának, tehát mindez, ezeket együttvéve elmondhatjuk, hogy igenis a potenciális lehetőségek egész tárháza állna a szolgálatunkra Ukrajnában is. Hát úgy gondolom, hogy legelőször is persze béke kellene, hisz ez az, ami leginkább visszariassza az embereket. Aztán gondolom, hogy az utak minőségére is oda kellene figyelni, hisz néhány helyen rendkívül sok problémával találkozunk a közlekedésben. És hát nem hagyhatjuk ki, ugyebár az sem, hogy rendkívül sok szemetet hordnak a folyóink, főképpen Magyarország felé, és emellett nem tudom, meddig kell még várni arra, hogy a jánosi hulladékfeldolgozó is megnyissa kapuit. Tehát mindezekbe a dolgokba előrelépés történne, akkor gondolom, hogy a turisztika is sokkal nagyobb lehetőségekhez jutna. Persze, mint mondtam már, a legfontosabb azért a béke, hogy az emberek merjenek utazni, világot látni, megismerni egymást, és főképpen a békét hirdetni. A KMKSZ és a KMTT közös erővel Európai Uniós források bevonásával az elmúlt időszakban több tájházat is kialakított, illetve felújított. Az egyik ezek közül a Salánki, amely azt a célt szolgálja, hogy ez a település is bekerülhessen a turisztikai körforgásba, amit a helyiek is szorgalmaznak. Salánk mindenképpen megérdemelne egy kicsit több odafigyelést, de hát ebben a háborús helyzetben ez lehet, hogy még most egy kicsit erre várni kell, de ha hagyományos értékek tekintetében beszélünk a településről, akkor valóban egy nagyon
értékes falu, magyar falu, ott a nyelvhatár szélén, ahol még a hagyományos mesterségek megmaradtak, például a kádár mesterség, a bodnárság, ahol a hagyományok között például kiemelném a gyönyörű viaszos rátétes hímest, amelyet még most is hímeznek a családok húsvétkor, és tanulás által adják át egymásnak a szülő a gyereknek, a gyerek aztán a saját gyerekének, a mintázatokat, aztán ugyanúgy a betlehemezésnek a hagyománya érdekes lenne, és hát gyönyörű helyen terül el. A közgyűlés résztvevői egyetértettek abban, hogy fontos fejlesztéseket hajtsanak végre annak érdekében, hogy a háborút követően a lehető legjobban ki tudják szolgálni a helyi és más vidékről ideérkező turistákat is.